Megjött a lánc. Na, nem soká menni fog. Na, tovább lépünk. Következő fázis, amelyik még ráz is. Hiszem, hogy felrakom majd a fogaskereket. Fogaskerék. Beállítalak benneteket a legoptimálisabb helyre. Nem nagy ügy. De Franco. Jó, beállítottam a benneteket. Nem ütötte meg magát senki? Minden rendben? Az anyja mindenit ennek a bénaságnak. De mindig van valami. Őrület. Ez őrület, komolyan mondom. Teljesen új ez a tengely. Ráadásul motomaxos, ha jól tudom. És ennek gyönyörűen föl kéne csusszannia. Nézzünk egy másikat. Ugyanaz. Nézzünk egy harmadikat. Ajjajjaj, de jó, hogy ez fölmegy. Jaj, de jó. Na, így kell, hogy fölmenjen. Na hát akkor... Ki a hülye? Az anyja... Hát nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Kíváncsi vagyok, hogy bentem mit csinál. Nem jó. Nem jó. Valamilyen találmány kell. Ehhez is. Hát, szét kell verni. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Hogy lehet ez? A szörög anyja hétszállal. Na, akkor gyere rá, hogy mi a baja. Fene egye meg, hogy mindig van valami. Hát ezt pedig megmunkálni, ez nem egyszerű. Nem akarom. Valahogy meg kell munkálni. Nézzünk egy sokadikat. Ó, de jó. Hát, megáll az eszem. Megállna az eszem, ha volna. Na, ezt mire kitalálom. De jó. Elmegyek kitalálni. Azt találtam ki, hogy van én nekem ilyen kis köszörűm. Megpróbálom, mert úgy nézem, hogy csak a külső perem rész az, ami megakad. Mennyire egyszerű volna az ember, hogy fogja a szőrökje, nem? Az jó. A betyár mindenit. Bolond, aki nem így szereti.
szavatjár mindenit. Nem a legszéle az. Nem a legszéle, valahol, valahol. Sőt, valahol valami. Eszem megáll. Hát nem tudom, mi lesz ebben. Ó, Istenem! Éppen csak egy incike-pincike. És most milyen jó, hogy nem megy föl mi. Hihetetlen, komolyan mondom. Egyik fő, vagy a másik nem, milyen fő. Az volt a 14, akkor még a 13 volt, ami nem ment föl. Nem figyeltek oda, nem figyeltek, nem mondjátok, hogy mit cseszek el. Így azt nekem kell kitalálni, hogy mit cseszek el. Aha, ez az. 13-as. Végülis egyébként érdekes, annyi minden érdekes, és minden érdekes feljön. Hogy gyűrűen ez megint csak azt hiszem, hogy fogalmam sincs, de ez is jó, hogy minden fogaskereket el kell vinni magunkkal. Mert egyszerűen múltkor nem vittünk, pont 13-asat nem vittünk. Na, az nem kell úgyis, nem kell. Hát, mocskosul az kellett volna. Mondjuk a 15-öset lehet nem viszem el. Na, akkor egy kicsit drahálok. Elvittem a fogorvoshoz. Érdekes, hogy majdnem teljesen fölmegy. De csak az a kicsi. Már megint csak az a kicsi hiányzik, persze. Azt a betyár mindenit. Besíjok. De hát valamivel csak van valami. Hát, ez képtelenség. Nem ú. Hihetetlen, nem is hiszem el. Arra jó! Hát halljátok! Ez nagyon zura! Ez nagyon zura! Az ennyi a hétszáll. Na ennyi volt csak a fogaskerék. Jó játék. Ez az a bizonyos lövöldözős berendezés. Ugyanis ez köti össze a tengelyt a fogaskerékkel. Illetve ha széthúzzuk, akkor nem. Tehát akkor bringa módban van. Kaptam egy kis zacskót, és hogy jól látszódjon, sárgán virágzik a tök, sárga színű szikszallaggal. Már csak azért is jó, mert minél jobban látszódjon, ha esetleg ez elrepül.
Akkor most a fogaskerékkel is végeztünk. Közben négyszer festettem már le a kipufogót. És még az sincs kész, úgyhogy lefestem ötödszörre is. Jó reggelt! Március... február 20... Nem, most jó reggelt! Február 24-e. Szombat. Szökőnap van! Úgyhogy most lehet megszökni mindenkinek. A didláncot kellene felszakérteni. Remélem nem kell visszavinnem. Mert akkor nagy bajba leszek. Messziről jött. Nem úgy, hogy bemegyek Szegedre. És bár tudom, hogy 116 szemet mértünk, mégis úgy érzem, hogy jobb ezt bejelölni. Aztán meg majd kiszámolom. Hogy jó helyen jelöltem ebbe számszakilag. Le fogok vele számolni. Kicsit nagy ez a lánc, én tudom, de ebben a minőségben nincs kisebb. Azért azt veszem észre, hogy itt azért komoly húzása volt a dolognak, mert általában a láncot ennyitől már jócskán kiütem, mert azért nem nagyon mozdult meg, de csak komolyabb ez a lánc. Annál is inkább gondolom, hogy komoly ez a lánc, mert én még ezt mosolyogni nem láttam. Elcsesztük, kicsi lett a lánc. Nem baj, ezenek. Na, jó lesz ez. Kamera beállít. Kamera. Kamena Vaurla. Volt olyan Kamena Vaurla. Ez Görögországban volt, és a... Ez egy nagyon szép kis tengerparti helység. Ott volt a Lali. Mink is ott voltunk, meg a Lali is ott volt. Lali pedig az a Lali, aki ott megmondta nekünk, hogy ha Athénba megyünk, akkor ott vigyázzunk, mert lopnak. Hogy hagyjál már, de hogy is. Puffa tekes leszinak, elvitték a pénztárcáját. Jó, mondjuk persze ott hagytuk, én megértem, hogy ott hagytuk, hogy hülyék voltunk. Vagyis, hogy a Laci elcseszte, de igazándiból máshol is volt, tehát az Adrián volt, hogy fényképezkedtünk, és letette a Gálpeti, letette a milyen volt, hasitasit lerakta. Elmentünk, már majdnem a büfénél jártunk, ez a vízparton volt, és már majdnem a büfénél jártunk, amikor eszébe jutott, hogy hoppá, hoppá, és amikor visszamentünk, akkor nem hogy a homokon volt, ahol hagyta, hanem valaki fölvette, és fölrakta egy napozó ágyra. Volt megkönnyebbülés. Felakasztjuk a spanolót. Jut eszembe a vicc, hogy tábornok úr, felakaszthatom a kabátját? Azt mondja, felőlem le is lőheti. Szem, mint ráírtam. A gyöngébe kedvéért, és a gyönge az én vagyok. Jelen esetben. Na kérem, tisztel Etel. Azért haladunk valamerre, azt nem tudom merre. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Szőr. Festettem le ezt a kipufogót. Ezt mire fölrakom, addigra körülbelül. Eshetem is újra.
És így fog kinézni a kipufogó. Hát lehet, hogy nem szép, de legalább nem csúnya. Szupi, szupi, szupi. Nem ér bele. Hát azt mondtam, hogy erről majd csinálunk egy külön misét. Hát akkor még a bal oldalon némi elmaradás azért úgy néz ki, hogy van. De szépen haladunk. Babetta. Annak idején, minek az idején? Annak az idején. Nem bonyolult, 6900 forint, az igen. Beleszereltem egy vadonatúj motomaxos bordás kerékbe, beleszereltem az én kis különleges váltómat, és arra jön majd rá az a villával kapcsolható körmös kapcsolat, ami egy pár milliméterre összezárja nekem itt a tudományt, és FIS2-t csinál, illetve hogyha széthúzzuk, egyes sebességi fokozatot csinál. Ez is egy újszerű szerkezet. Macskából nem lesz szalonna. Az, hogy ennyiszor el kelljen mondani valakinek valamit, az valami borzalom. Köszönjé. Hogy hívnak? Mutatkozz be. Egérfogó Gizi vagyok. És nagyon szeretem eztet. Meg eztet. Meg mindent. Meg odaülni az ülésemre. Még nem ült fel rá. De ami késik, az nem siet. Ez a feszültségszabályzom. Hogy ne legyen feszültség. De azért bontottam le, mert mögötte van az olajbetöltő. Három helyre is tudom tenni a lábamat. Mind a mellett, hogy négy. Mert hogy ide, erre a két kis alulemezre, gyárlag ugye ez műanyag, rá tudom tenni. Előre itt ez a fekete cső van kiépítve, az a második, a harmadik az eredeti pedál. Nehogy azt mondta, hogy negyedik a nyakamba, az se rossz, de az, hogy lógatom a lábamat. Lógatom a lábamat. Első kerék, első villa. Az, ami kontaktolagosan következik. Itt lőszimmering, ha már szétszedem. Kosarat kaptam. Van egy pici akadása neki. Berágódott a csapány. Az igazság az, hogy Szegeden este egy nagyon nagyot vele. Egy körforgalomban azt történt, hogy teljes gázon át akartam vágni a két sávot leegyenesíteni, és kiment alól az első kerék teljes gázon. Nem lett úgy nagyon semmi bajom, de gyanús, hogy a motornak se tört össze semmi, tehát lehet, hogy azért ez lehet, hogy kapott egyet. Na, egész jól néz ki a gép. Nagyon rátványos.
El kell mosni. Mosni. Csak lehet, hogy az nincs kitelni most kirakott. A Dél-Magyar munkatársai éppen faggatják a relikviáimat. Na már megint a dátum, megőrülök. Persze, persze. Egyébként jaj, az ugye jó. Már itt is egy kis székes. Jaj! Na hát ez a túra motor tulajdonképpen. Hát ez egy... Erről beszélt az Atika. Mi is oda kényelem úgy. Ilyen ülésbe, hogyha ülsz, ez sokkal kényelmesebb a kagylóülés, mert rakod ide a lábodat, előre a lábodat. És ebben tartozik mégis. A felső rész még ezt álljön. Tehát ezt így kell elképzelni. Jó, tehát itt egy túra motor látható. Igen, igen. Elkezdtem hátulról csinálni, tehát az utánfutóval kezdtem el, és akkor szépen a hátsó kerék, a futómű rész, a fék rész, a motorcsere, és akkor most az első kormánynál tartok. Úgyhogy ez most, megy Afrikába? Már, igen, ez megy Afrikába. Ezzel megyek, ha minden jól megy. Úgyhogy már most benne vagyunk a két hónapban. Két hónapon belül vagyunk. Mindig amikor szerelek, tudod, akkor ide rakom, oda rakom, amoda rakom, mindenhova. Tudod, minél több vágás jön, hogy ilyen jobbról balra, előre, hátra. Jobbról balra, le, föl, közeli, távoli. És ja, akkor ön ezt hogy viseli el, hogy úgy van, hogy... Megy ez ahhoz, az ahhoz, jó? Utána ez a pihenő lesz úgyis. Igen. Tehát, hogy van ez a pihenő. Erről nem is beszéltünk. Nincs is már itt a füzetem, tehát hogy a családnői tagjai hogy tolerálják. Amivel lehet őket levenni a lábukat. Megpuhítani. A babettával. Hát, utána neked is el kell vinni. Egy rendes útra? Igen. Aha. Tehát egy motoros, egy wellness, vagy valami. Igen, mindenféleképpen. Kiálljak a kérdésre. Nem, maradj már! Nem. Mind. Ha, jó. Ne én legyek rajta. Ne álljatok össze, ott egy kicsit szerelgessétek. Szerelgessük, várjátok. Mert el is fogják hinni, hogy szerelgetünk sárga pólóval. Ott kiütöttük a százas bula a közepét, és akkor abban hézagoltuk ki, pontosan a százas közepét? Igen, a tengely mérete pont akkor, mint a százasnak a közepén. Ez a görögországi. A 100 forintosnak a közepe kiüthető, és marad egy 15-ös alátét. Egy gyűrű maradt körülötte. És abban hézagoltunk, mert oldalra mozgott így. Oldalra mozgott egy tengely, és azzal szépen ki lehetett hézagolni. Tehát amikor ez így elkészül az elején, és gulolni fog újra, akkor ezen a lejön, és akkor a kosár, a dolgok, a navigáció, Az extrák, a luxus, a kényelem. Hát jó, jelentkezünk. Jó. Április. Addig a társakért lesz. A Dél-Magyarországtól Arany János, újságíró, és Török János, ő pedig a fényképész. Andalám, hogy... Azt akartam mondani, hogy március 1-e van. Mert most hideg van, és fel kell venni a szimmel. Jó. Ez mindig olyan jó, nem? Amikor az ember kibontja az alkatrészeket. Na, 5000 forint körül biztos, hogy belevertem ebbe a csésze kérdésbe. Az új fészket raknám bele. De nem megy bele. Bele se akar kapni. Azt a betyár életbe. Na most ebből vagy két típus van, vagy gyártó, vagy amit régebben beleraktam, és amihoz elkészült ez a közbetét gyűrű alulfelül. Ez nem ugyanaz. Az anyja mindenit. Így de jó nekünk. 5 tized van benne, 5 tized. Tizedes úr, jelentem, nekem magára nincs szükségem, az 5 tizedre nincs szükség, akkor le kell
asztergálni, vagy valami. Ú, de jó. És műanyag. Műanyag pillempátyó. Ez neki a helyes kifejezése. Jó, gondolom az alsó is ilyen tudományos. Hol van? Mondhatom. Ja, persze. Nem mém bele. Nem mém be. Nem mém be. Nem mém be, baszker. Azt, akkor ezt is le kell drahálni. Olyan kamera kellene, amelyik tudja a dolgát. Úgy hívják, hogy kamerás ember, mi? Mint ennep a DM, hogy a... Nagyon jó. Hú, nagyon jól sikerült a... interjú, hát nem tudom, mennyire lehet interjúnak nevezni, mert egy nagyon jó kis baráti csevegés, meg bohózkodás jött ki belőle. Próbálta szegény Arany Jani, ő az újságíró, próbálta volna a dolgokat valamilyen irányba terelni, hogy jó legyen. Amit a csésze, amit a csészének a felső pereme magas volna. Viszont ezt már kiütni nem lehet egyszerű. Csak nem, az anyjából veszek el. Úgy van. Elveszem az anyját. Jó, akkor még egy kis esztergálás azért bele kell, hogy férjen. Szerintem még több is. Csak hogy jó legyen. Mert az a cél, az olcsó a cél, a cél. Esztergáltam belőle egy picit. Nem volt egy könnyű eset. Hát még egy picit kell esztergálni, úgy néz ki. Sikerült a helyre rakni szegénykémet. Nagy nehezen aztán belecsurgattam az olajat, meg aztán addig-addig, hogy sikerült így összerakni. Na, alakul ez. Alakul ez, kérem szépen. Na, muszáj is neki alakulni. Mert be vagyunk harangozva. De jó, a Dél-Magyarban megjelentünk. Az elején is vagyunk. Jaj, de jó! Csodál. Most akkor meg kell fogjuk. Tartod. Mit adok? Bokorugró Bandi bácsi. Úgy kellett neki könyörögni. Akkor... Nekem ez már gyanús, ez olyan, mint az öregkor, amikor, az majd valahogy neki onnan kössem, amikor reggel fölkelsz és nem fáj semmit. Lehet, hogy meghaltál. Abszolút jó sikerült fölrakni a kormányt, ahogy volt. Túl egyszerű, valami baj van. Közben ment az agyalás, meg most is megy még, és lehet, hogy a táskát másként fogom fölhelyezni. Úgy de jó lenne, és akkor ide jönne még egy hátizsák, és megspórolnám azokat a lemezeket, alumíniumból voltak eddig rajta, tulajdonképpen megtartották a táskát, hogy ne érjen be a kerékbe, meg a fékbe, meg a lengéscsillapítóba, mert így, hogy ennyi szinttel föntebb kerül, így már a támaszkodás teljes mértékben a gyári helyen van, gyári magasságban. Láb elfér. Lehet, hogy vagy jó lesz, vagy nem. Hát jó van, azért nagy az izgalom már. Izgalom a tető fokán hág. Szóval hihetetlen, még mindig, de igaz. Hát, hogy ez mennyire jön ott át, azt nem tudom.
látni a nagy semmit. Ebben ennyi zsír van. Már nem telik már zsírra sem.